Nos, mi az a széles összefüggésrendszer, mi az a szélesebb évű témakör, amiről mindenek előtt szólni kell? Hát ez nem más, mint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, aminek a jegyében ugye ez az egész mintaprojekt is született, amiről majd beszélünk, és amely az említett törvényi háttérrel is rendelkezik immár. És hát ennek a kulturális alapú gazdaságfejlesztésnek is nem csak egyszerűen lokális, vagy regionális, vagy országos szintjéről beszélünk akkor, amikor útjára indítjuk ezt a folyamatot, ezt a fejlesztési folyamatot, hanem Kárpát-medence méretű kiterjesztésben gondolkodunk. Látni fogjuk, hogy mik ennek az indokai, mik azok az érvek, amelyek emellett szólnak, azon túl, hogy a nemzeti összetartozás vagy a nemzeti építés célját is kívánjuk szolgálni ezzel a programmal. Egyébként a feladat nagyságrendje, hordereje, széles íve megköveteli azt, hogy a legszélesebb ívű összefogás valósuljon meg, a legszélesebb ívű együttműködés jöjjön létre. Azért is örülök annak, hogy akik mi most itt együtt vagyunk a teremben, képviseljük az állami szektort, az önkormányzati szférát, a gazdaszektort, a gazdákat, a gazdálkodó szervezeteket, és nem utolsó sorban a civil szervezeteket, a non-profit szervezeteket is. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy egy ilyen nagyívű feladathoz legalább ilyen széleskörű összefogásra van szükség, ezért örvendetes tehát az, hogy ez a partnerség, ez tulajdonképpen már létrejött és adva van a folytatáshoz. A kulturális alapú gazdaságfejlesztés konkrét célkitűzése, ugye az ipari kendergazdaság korszerű újjáépítése a Kárpát-medencében. Erről szólt egyébként az a bemutató film, amit a legelején láttunk már, mint arról a motivációról, vagy annak indokolásáról tulajdonképpen, hogy miért az ipari kenderről beszélünk. Tehát miért az ipari kender, miért ezt a növényt, miért ezt a kultúrát állítjuk a fejlesztésünk középpontjába, és a cselekvésünk középpontjába. Nos hát, három nagyon fontos érv szól az ipari kender mellett, ebből a szempontból. Hát az egyik az, hogy ahogy a filmben is láttuk, jelentősen hozzájárul az egészséges élet feltételeihez. Tehát önök is már valószínűleg hallottak erről előadást, de hogyha nem, akkor felütnek valamilyen honlaprészt az interneten, akkor bizonyára megtalálják azokat az érveket, amelyek amellett szólnak, hogy az ipari kenderben milyen lehetőségek vannak. Pásztor Zsolt kollégám szokott erről nagyszerű előadásokat tartani, összefoglalókat, hogy milyen sokféle, sokrétű felhasználási lehetősége van a növénynek. Állítólag 25 ezer termék állítható elő az ipari kenderből. Nos, tehát egy biztos, hogy ha egészségesen akarunk táplálkozni, ha egészséges öltözetet, viseletet akarunk használni, ha egészséges lakást akarunk, de ha egyáltalán a környezetünket egészségessé akarjuk tenni, akkor minden bizonnyal ebben az ipari kendernek rendkívül jelentős, azt hiszem meghatározó jelentősége van. A másik nem kevésbé fontos szempont a gazdák esetében, amikor ezzel a kérdéssel ugyanis előállunk, akkor mindig az az első felvetés, hogy jó, de ez milyen jövedelemmel fog nekem járni, többet fog-e hozni, mint a kukorica, a búza, meg a napraforgó, vagy a repce, vagy más egyéb kultúra. Nos, hát azt tudom mondani egész teljes bizonyossággal, hogy ha a növény minden részét összehangolt feldolgozási kapacitásokkal feldolgozzuk, akkor meg többszörözi a termőföldnek a jövedelmezőségét. Tehát ez teljes bizonyossággal állítható, azért nem tudom most még itt ezt számadatokkal bizonyítani, mert ahhoz, hogy ez látható legyen és bizonyítható, ahhoz ezt meg kell valósítani. Tehát kellenek olyan vállalkozó szellemű, nyitott gazdák, majd pedig vállalkozások, vállalkozók, akik ezt a rendszert velünk együtt összehangoltan létrehozzák. Tehát egy biztos, hogy a jövedelmezőség szempontjából nincs akadálya ennek a termesztési rendszernek. A harmadik pedig nem utolsó sorban az, hogy mivel 100 éve nem volt kultúra alapú gazdaságfejlesztési program, sőt semmiféle gazdaságfejlesztési, semmiféle fejlesztési program a Kárpát-medencében valamennyi nemzetrész egyidejű részvételével, ezért most erre az ipari kender is lehetőséget ad, hiszen látni fogjuk majd egy térképen, hogy egykor az egész történelmi Magyarország egy kender paradicsom volt, vagy egy olyan kender termesztő terület, ami alapján nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Magyarország kender nagyhatalom volt a 19. század végén, 20. század elején. Most tehát ezek voltak a kender mellett szóló érvek, aztán nézzük meg röviden azt összefoglalva, hogy mik a Kárpát-medencei kiterjesztés mellett szóló érvek.
Hát az első praktikus gazdasági fenntarthatósági szempont az az, hogy ha ezt a sokféle terméket elő akarjuk állítani, ezt nem lehet egy faluközösség szintjén, vagy egy megyében, vagy egy kisebb lokális környezetben megcsinálni, mert ehhez méretekre van szükség, tehát nagy méretekre van szükség. Nem utolsó sorban különböző éghajlati és talajadottságokra van ahhoz szükség, hogy a különböző fajta, tehát a kender különböző fajtái érvényesülhetnek, és azután ezekből a különböző feldolgozott termékek előállíthatók legyenek. A másik az, hogy a várható és egyre bővülő piaci igények alapján azt látjuk, hogy a termőterület folyamatos bővítésére, növelésére van szükség. Tehát valószínűleg egyszer csak kinőjük az országba, az ország jelenlegi határait is, mert hogy kevés lesz ez a terület, és nem utolsó sorban pedig az elsődleges és a másodlagos feldolgozási rendszer, amelynek elemeiről majd Pásztor Zsolt kollégám néhány szót fog szólni. Most ezeknek az összehangolt létrehozása is egy bizonyos teret igényel. Tehát egy gazda például nem tud annyi feldolgozó kapacitást létrehozni, amivel a növénynek a minden részletét kihasználhatja, ahogy az előbb említettem. Tehát egy szó mint száz, mindezek az érvek a gazdaságosság és a fenntarthatóság szempontjai is amellett szólnak, hogy Kárpát-medence méretben kell és célszerű gondolkodnunk. És hát a másik pedig természetesen a nemzetstratégiai szempontoknak a gyűjteménye, tehát egyrészt a határokkal elválasztott magyar közösségeknek lehetőséget ad végre a közös fejlesztési célokra, egy közös jövőképre, egy közös célrendszerre. Aztán az sem egy utolsó szempont, hogy itt nem arról van szó, hogy most akkor elkezdjük, nem tudom, hogy Magyarországon, aztán Székelyföldön belekapunk, vagy Délvidéken, aztán Felvidéken, hanem egyszerre, egyidejűleg van lehetőség ezt a rendszert építeni. Tehát ez is egy nagyszerű dolog, hogy végre együtt lehet a nemzet ilyen szempontból is. Az jut eszembe most, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr a Máértnek a legutóbbi ülésén úgy fogalmazott, hogy a nemzetegyesítés, a közjogi nemzetegyesítés időszaka után a nemzetépítés időszaka következik a kormány szándékai szerint. Hát mi ez, ha nemzetépítésről beszélünk, mint ez a program? Tehát ez igazi nemzetépítő program képes lenni. És hát nem utolsó sorban ma már egy olyan partnerség is rendelkezésre áll, amely a felnőtt képzési és a fejlesztési feltételeket hozzá tudja rendelni egy hálózatban, hiszen ezzel a hálózattal már rendelkezünk. Csak néhány szóban arról, hogy mit tettünk eddig. Önök közül nagyon sokan rendelkeznek már azzal a kiadványjal, meg ismerik azt a rendezvényt, sőt ott is volt az országházban, házelnök úr védnökségével megszerveztük az első Kárpát-medencei Kender konferenciát. Ugye ott napirenddé tettük közpolitikai vagy szakpolitikai szintre, helyeztük az ipari kender termesztésének és feldolgozásának kérdéskörét. Partnereinkkel elkezdtük az uniós fejlesztési forrásoknak is a egybegyűjtését ezen konkrét cél érdekében. Majd ki fog térni, hogy az egyes partnerségek honnan kerültek ki, illetve kik azok a partnereink, akikkel a különböző pályázatokon dolgoztunk, illetve dolgozunk. És itt látható tehát az a térkép, amely a történelmi Magyarország területén mutatja be a legjelentősebb kender termesztő vidékeket, és a jelenlegi fázisban pedig azokat a gócpontokat, nyugodtan mondhatom, hogy ezek a gócpontjai jelenleg a hídfő állásai az ipari kender termesztésének és feldolgozásának, amely területekkel együttműködünk annak érdekében, hogy ez a folyamat egyszer csak összeérjen és egy rendszerré épüljön fel. Tehát azt lehet látni ezen a térképen, hogy Észak-Magyarország, ott aztán a négy határos terület, tehát az a magyar, ukrán, szlovák, román határ térség, amely ott jelenleg rendkívüli aktivitást mutat. Természetesen a Dél-Alföld, tehát Békés és Csongrád megye is ide tartozik, valamint Székelyföld és a Délvidék is. Ezért örülök annak, hogy a most felsorolt térségek valamennyi érintett partnere itt van. Tehát örülök annak, hogy itt van Pálinkás György polgármester úr Beregdarócról. Baracsi Endre alelnök úr nem tudott most jönni? Igen, igen. Tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnökéről tudni kell Baracsi Endréről, hogy ő is nagy támogatója az ügynek, a múltkor velünk tartott Székelyföldre. De ugye itt vannak Békés megyéből a közfoglalkoztatási programnak a szervezői, nem tudom, megérkezette Molnár Sándor polgármester úr Vésztőről, de munkatársa Bernhard Lindner itt van közöttünk. Aztán
Észak-Magyarországról ugye egy sor partnerünk van jelen, valamint Felvidékről a pályázatok összeállításában is közreműködő Nagykaposról Gabri Rudolf kollégánk, barátunk és munkatársai, és hát Délvidékről is Fekete Károly gondolom megérkezett, valamint itt van Sarnyai Károly barátunk és a munkatársaink közül is azok, akik a Délvidéket szervezik. Tehát a lényeg az, hogy a jelenlegi összetételünk visszatükrözi ezt a helyzetet, amit a térképen látunk, és hozzáteszem, hogy erdélyi résztvevőt most azért nem hívtunk Székelyföldről, partnereinket azért nem invitáltuk most ide, mert hozzájuk holnap után elmegyünk, és Székelyudvarhelyen tartunk egy székelyföldi, erdélyi hasonló körű és hasonló célú rendezvényt. Most tehát ez a szemléletes térkép, amit láthattunk, és egy rövid utalást teszek arra, hogy valójában mi is a mi szerepvállalásunk ebben az egész folyamatban, hiszen ahogy említettem, széles körű az a partnerség, aki ezt képes megvalósítani, ezt a nagyszabású tervet, ezért természetesen állami intézményként, vagy akár mondhatom az NMI nevében is, bizonyára mi nem fogunk kendel termeszteni, nem fogunk feldolgozó üzemeket építeni, sőt még kézműves tevékenységet sem fogunk valószínű mi személyesen végezni ebben a folyamatban. Ugyanakkor, ami szükséges és elengedhetetlen ehhez a fejlesztési programhoz, hogy valakinek ezt a partnerséget egybe kell gyűjteni, egybe kell szervezni, össze kell tartani. Magyarul egy hálózatot kell nekünk most itt létrehozni, és íme a hálózat, ez a 81 néhány résztvevő, akik itt vagyunk most, ez egy hálózata már ennek a program megvalósításnak. Nagyon fontos, hogy a tudás egyesítésére és a tudás megosztásra is képesnek kell lennünk, most ezt tesszük egyébként. Tehát ezt tesszük, a projekt ismertetőből majd kiderül, hogy milyen előzményei voltak a tudás elemek, a tapasztalatok, a tudás részek összefogásának, vagy egybegyűjtésének és egyesítésének, és ugye most pedig a tudás megosztás időszakánál tartunk ezen kis projekt esetében. És hát a harmadik pedig, hogy folyamatosan a társadalmi szemléletformálásban és a piac építésben is részt kell vennünk. Azért is készült ez a bevetített rövidfilm, hogy az ég szerelmére a kenderről már ne a kábítószer jusson az emberek eszébe. Tehát ne ez legyen már az asszociáció, hiszen látjuk, hogy itt egészen más dologról van szó. És hát akkor íme a három mintaprojekt, tehát mind a háromról, kettőről közvetlenül szó lesz most itt, és egyet pedig közvetetten említünk. Tehát ugye az ipari kender termesztési és feldolgozási mintaprojektet, amit az NSKI indított ebben az évben, amelyet Pásztor Zsolt kollégám menedzsert, ezt fogja majd egyébként bemutatni. Ebből látjuk, hogy milyen tapasztalatai vannak ennek, milyen tanulságai vannak, mit tudunk előrevetíteni a jövőre nézve ebből a programból. Nagyon fontos, hogy a kenderos textilipari feldolgozási mintaprojekt is lezajlott, illetve egy tanulmánnyal fog zárulni. Ivanics Anna kolléganőm az, aki ezt irányította, illetve végezte. Nagyon fontos ugyanis, hogy a kenderos textilipari felhasználásában is innovációra van szükség. Tehát majd Koszes Sándor barátunk, kollégánk fog arról beszélni, hogy az innovációnak milyen jelentősége van, és azt hogy lehet értelmezni itt. De minden szempontból újra kell értelmeznünk, újra kell értékelnünk azt a korábbi gyakorlatot, ami a 19. vagy a 20. század elején volt ebben a kérdésben, vagy ahogy ez történt nagyszüleink, dédszüleink idejében, tehát itt már egy korszerű feldolgozási rendszert, egy korszerű feldolgozási gépesítési mechanizmust kell a cél érdekében rendelkezésre bocsátani, és ugye ezt létre kell hozni, ezért is dolgozunk most a különböző innovációs projekteken, agráron innovációs projekteken, amely majd valamilyen új technológiát fog biztosítani ennek a célnak az érdekében. És hát a harmadik pedig, itt vagyunk ugye a lényegnél, az ipari kenderre épülő népi kézművesség és közösségépítés módszertani megalapozása elnevezésű projekt, amelyet tehát az NMI-vel közösen végeztünk, és ahol most ezt ennek az eredményeit megosztjuk most önökkel veletek. Csak azért, hogy lássuk a rendszert olyan szempontból, hogy mi is itt a mi nagy feladatunk közösen. Tehát közösen mi a mi nagy feladatunk, mi a nagy kihívásunk. Hát ugye ahhoz, hogy ez a célkitűzés sikeres legyen, nevezetesen, hogy a ipari kenderre épülő népi kézművességről beszéljünk, hát ehhez értelemszerűen, logikusan, teljesen nyilvánvalóan arra van szükség, hogy először is alapanyag szükségeltetik, mégpedig jó minőségű, megfelelő mennyiségű alapanyag.
Na most, hát majd Zsolt kollégám elmondja, hogy hogy állunk ezen a téren, de az a helyzet, hogy nincsen megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyag ebben a pillanatban. Ezért tehát az első, amit nagyon fontos, hogy megtegyünk, hogy ennek a biztosításához a feltételeket meg kell teremteni. A vetőmag nemesítéstől, a vetőmag szaporításon át, a betakarítás gépesítésén keresztül egészen a feldolgozás különböző módozatáig ezt biztosítani kell. Tehát a megfelelő mennyiségű alapanyag előállítás kulcskérdés. Nem tudom, hogy hány év alatt fogunk tudni eljutni a megfelelő mennyiségig, megfelelő mértékig, de nyilván mi azon vagyunk, hogy ezt ösztönözzük. Zsoltnak már majd talán lesz egy térképe is, hogy körülbelül hogy állunk, milyen termőterületek azonosíthatók jelenleg Magyarországon, de egy biztos, hogy ezt nagy ütemben kell növelni. Ahogy ő fogalmaz, léptéket kell váltani a kendertermesztésben. A másik pedig, és ez már a kézművességgel foglalkozók, a népi kézművességnek a nagy feladata, kihívása, hogy korszerű, piacképes, népi kézműves termékeket kell előállítani. Természetesen senki nem állítja azt, hogy azok a termékek, amelyek eddig is megszülettek, és majd látjuk a kiállításon, meg is kóstoljuk, meg kézbe vehetjük, hogy ezek nem piacképesek. Ugyanakkor azért mégiscsak át kell gondolni, hogy mik a kornak, a mai kornak azok az új szempontjai az emberek ízlésvilágától, a praktikus lakásberendezésen keresztül, melyek azok a szempontok, amelyeket mégiscsak figyelembe kell venni ahhoz, hogy ebben a kérdésben is előre jussunk. Hallottam egy kecskemétről származó ötletet egyébként, amely az IKEA mintájára olyan lakberendezési csomagokat, enteriőröket kíván összeállítani, amelyek már piacra vihetők. Tehát akár már a mostani termékekkel, de még inkább egy tudatos termék előállítási folyamat eredményeképpen ilyen fajta piac élénkítés és piac építés is elképzelhető például. Na tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a két ágazati feladatot mi együttesen kezeljük, ezért is nagyon jó, hogy itt vannak most a kézműveseink, itt vannak a gazdák, és itt vannak mindazok önkormányzatok, állami szervek, akik ezt az egész folyamatot koordinálni, összehangolni képesek. És akkor a továbbiakban a jövőről beszélünk. Tehát eddig beszéltünk arról, hogy mi volt eddig, mi volt most ebben a projektben, vagy mi látjuk, hogy mi volt ebben a projektben. A mintaprojekt folytatásáról döntöttünk ügyvezető igazgatóval, és azt látjuk, hogy ennek vannak is lehetőségei. Már nem feltételes módban kell beszélnünk, hogy majd pályázunk valahova is lesz forrás, és akkor majd folytatjuk ezeket a folyamatokat, amit itt elkezdtünk. Ugye, ahogy a projekt címe is tartalmazza, a mostani projektünk címe, egy módszertani megalapozás. Tehát, hogy legyen miből kiindulni, legyen olyan kis kézikönyv a kezünkben, hogy legalább az alapvető információkkal tisztában legyünk. Soha senki még ilyen kiadványt nem állított össze, ahol a ipari kender termesztésének és egyfajta egyik irányú feldolgozásának ismeretei, jelenkori ismeretei tömören össze lettek foglalva. Hozzáteszem egyébként, hogy ezek a tudástartalmak, amik itt röviden megjelennek, ennek lesz egy bővebb formája, vagy van egy bővebb lélegzetű terjedelme is. Azt kértük ugyanis a tudástartalom fejlesztőktől, hogy ide csak egy másfél oldalas vagy két oldalas rövid összefoglalót írjanak önöknek, hogy érzékeltessük egyáltalán ezeknek a tartalmaknak a lényegét. Egyébként meg 20-25 oldalban részletesebben ezek leírásra kerülnek, összefoglalásra kerülnek, és akkor, amikor majd a továbbiakban képzési programokat, vagy további tudásmegosztó rendezvényeket, vagy további pályázatokat írunk, és valósítunk meg, akkor ezek a tudástartalmak részletesebben is elő fognak kerülni, és be fognak épülni a folyamatba. Ugye itt, ha a továbbfejlesztésről beszélünk, akkor alapvetően ugye uniós források felé fordulásról szólunk. Azon belül is ugye vagy a tagállami uniós forrásokat tudjuk megcélozni, vagy az Európai Uniónak más egyéb forrásait, például a határmenti pályázatokat és forrásokat. És örömmel mondhatom, hogy mind a két területen, tehát mind a tagállami, mind pedig a határmenti pályázatok területén nem csak hogy aktívak voltak a partnereink, hanem már sikerrel is jártak velünk együtt. Ebből az következő kép fog következni. Ugye, amiről már döntés született, és ami 2018-ban és 2019-ben meg fog valósulni a Nemzetstratégiai Kutatóintézet egyik pályázata alapján,
a Kárpát-medencei tematikus együttműködés elnevezésű EFOP-os pályázati konstrukción belül van egy olyan témakör, ami konkrétan a hagyományokon alapuló közösségfejlesztő rendezvényekre, illetve határon átnyúló foglalkoztatási modellek kidolgozására és mintaprogramok kísérleti megvalósítására vonatkozik. Örömmel tudom mondani, hogy ez a forrás rendelkezésre áll. Tehát ezt a projektet a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet a következő két évben reményeink szerint és szándékaink szerint összehangolva más egyéb pályázati forrásokkal fel fogja használni és meg fogja valósítani. És ehhez kapcsolódik az NMI Művelődési Intézet által jegyzett projekt, amely a Hagyományok Háza konzorciumi vezetésével, de az NMI közvetlen részvételével fog megvalósulni, és amelynek a tervezésében mi is részt vettünk, együttműködve a szervezettel, nevezetesen a kulturális együttműködés, a kulturális kapcsolatok bővítésének tematikus együttműködési programjában is van egy olyan komponens, amely a kultúra alapú gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó hagyományos népi mesterségeket népszerűsítő konferencia és tematikus rendezvény sorozat címet kapta, tehát ehhez is rendelkezésre áll majd egy bizonyos forrás, és én úgy gondolom, hogy akkor járunk el jól, hogyha ezeket a projekteket összehangoltan valósítjuk meg. Tehát folytatjuk a NMI, illetve az NSK-i közötti együttműködést, hogy ezek egymást erősítő folyamatok legyenek, azok a szinergiák, azok a kapcsolódások jöjjenek létre, és lehetőleg ne párhuzamosan kezdjünk hozzá különböző rendezvényekhez, tevékenységekhez, hanem hogyha lehet, akkor ezeket hangoljuk egymáshoz, hangoljuk össze. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy vannak még bizonyos EFOP-os konstrukciók, itt utalok arra az EFOP transznacionális együttműködési pályázati rendszerre, amelybe többen pályáztak is a jelenlévők közül, és amelyben szintén megjelenik vagy a népi kézművesség, vagy a népművészetnek valamilyen ága, és erről szól az együttműködés a Kárpát-medence különböző területeivel. Ezért tehát ott is azt látom, hogy lesz 2-3 olyan transznacionális projekt, amely elő fogja tudni segíteni ennek a folyamatnak a további telét. És hogy ezt rajzon is bemutassam, valamint még egy elemet említsek, tudomásom szerint a kormány döntést hozott, vagy jelenleg még döntés alatt álló kérdése, de biztos, hogy nagy valószínűséggel meg fog valósulni. Ez az erdélyi kulturális közösségi foglalkoztatás mintaprogram, amely egy rendkívül lehetőséget jelent majd az erdélyi magyar közösségek megerősítése érdekében, és miért ne lehetne oda is olyan elemeket bevinni, olyan tevékenységeket megfogalmazni, amelynek részeként a kulturális, mondjuk így közfoglalkoztatásban résztvevőknek a köre, akár a kulturális alapú gazdaságfejlesztéshez is hozzá fog tudni járulni. Tehát ennek is megvan a logikája és megvan a lehetősége, úgy vélem. Nyilván még a részleteket nem ismerjük, majd a kormánydöntés után nyilván erre vissza lehet majd térni, de én úgy látom, hogy ez mindenképpen egy újabb forrás lehetőség, újabb eszköz, egy újabb hálózati elem ennek az egész folyamatnak a kiterjesztéséhez. És ugye a felső két ábrában pedig, vagy a két felső dobozban pedig azok a projektek szerepelnek, amelyeket az imént már bemutattam. Nos, hölgyeim és uraim, kedves kollégáim és kollégák, egyiben kívántam összefoglalni az előzményeket, a jelen és a jövő várható folyamatait. Én nagyon bízom benne, hogy ez az együttműködés tényleg folytatódik, nem csak a szervezetek között, de a jelenlévő meghívottak között is, hiszen, ahogy említettem, azok a pályázati kezdeményezések, amelyek a határmenti, és ugye nem mondtam el konkrétan, hogy két határ, sőt három határmenti pályázatról is beszélhetünk, amely most napirenden van. Egyrészt ugye Csongrád megye beadta a magyar-szerb határmenti pályázatba azt a projektet, amelynek még talán az eredménye nem született meg, de reményeink szerint az is hozzá fog tudni járulni az ipari kendergazdaság fejlesztéséhez a célja szerint. Másrészt pedig a napokban kerül beadásra az a négy határos, tehát a magyar-ukrán, szlovák, román határmenti pályázat, amelyben szintén a ipari kender olyan értelemben van érintve, hogy az ipari kender, a népi kézművesség és a kulturális folyamatok, a kultúra, illetve a turizmus összekapcsolása van napirenden, tehát gyakorlatilag Beregdaróccal, Kisgéressel, Mezőkasszonnyal közösen megvalósítani reményeink szerint, hogyha nyer persze ez a pályázat. És a másik ilyen, még egy további kezdeményezés, a magyar-szlovák határmenti pályázatokhoz kapcsolódik, amely egy úgynevezett foglalkoztatási akcióterv keretében rögzíti azokat a kezdeményezéseket, amelyeket most Beregdarósztól, a Észak-Magyarországon keresztül,
Nagyélesig, majd pedig Nagykaposig bezárólag megtervezünk, és be fogunk adni december közepi határidővel. Na tehát ezek is azt a folyamatot segítik, hogy ebből egy nagyszabású és összehangolt programrendszer alakuljon ki. Nos, köszönöm szépen a figyelmüket, és a továbbiakban átadom a szót beszédes Nimród Attilánénak, aki egyrészt szellemi atya, azt kell, hogy mondjam, ennek az atipikus tudás megosztó rendezvénynek, ő hozzáfűződik ezek a gondolat, hogy ne csak itt beszéljünk, hanem azért tegyük ezzel foghatóvá a dolgokat, másrészt pedig ő volt a szakmai vezetője, szakmai menedzsere, ha így mondjam, annak a tudás gyűjtő és összeállító folyamatnak, amely itt a kiadványban is megtestesül. Köszönöm szépen!